A menekült ügy kezelése Európa egyik legégetőbb feladatává vált, Magyarországra érkezik a legtöbb illegális bevándorló. Meghaladta 60 ezret a magyar határt átlépő migránsok száma a múlt héten, többségük a szerb határszakaszon érkezett. Egy új gazdasági természetű népvándorlás ez, teszik fel sokan a kérdést, egy bizonyos, az illegális bevándorlók egyre magasabb száma miatt egyre nagyobb a nyomás hazánkon is. Petneházy Attila, Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő a vendégem. Tisztelettel köszöntöm a nézőket. Hogyha egy picit az évelejére visszakanyarodunk, akkor a bevándorlási hivatalnak volt egy éves értékelője, amin már az a szám, az a statisztika napvilágot látott, hogy csak 2014-ben megduplázódott a migránsok száma Magyarországon. Ez olyan volt, mintha egyfajta előjel lett volna arra vonatkozóan, hogy itt néhány hónapon belül tényleg pár hét leforgása alatt több mint 60 ezeren is átjönnek a határon. Mondhatnánk, hogy valamit előre vetített, és mégsem vetített előre semmit. Mert ha a mai adatokat nézzük, ami a szerdai adat, az 61.475, egészen pontosan szerda estig, akkor ez azt mutatja, hogy fogalmunk se lehetett arról, hogy ez ilyen nagyságrendi ugrást jelent még az előbb említett adatokhoz képest is. Mert két év alatt meg 20-szorozódott a Magyarországra belépők száma. Ugye az, hogy vannak folyamatok, szerte a világban vannak sajnos háborúk, az megmutatja azt, hogy bizonyos irányokból várható vándorlás, bejöhetnek bevándorlók Európába, Ázsiából, Afrikából, és hát most el kell mondani, hogy a Balkán különböző országaiból érkezett Magyarországra, Albániából, Koszovóból a legtöbb migráns. Milyen felelősséggel mit tehet egy ország annak érdekében, hogy felmérje azokat a lehetőségeket, hogy elbír-e a bevándorlókkal, vagy ennyi bevándorlóval, amennyi most már jött, látszik, hogy nem tudjuk kezelni, nem csak mi, hanem egész Európa. Hát azt hiszem, ha a felelősség szót használjuk, akkor az egyetlen felelősség, ami a saját állampolgári felé kötelezi az embert. Ha kormányzás tekintetében egy kormánynak az a legfontosabb, hogy mindig azok az érdekek levegjenek a szem előtt, ami az adott ország állampolgárjának a legjobb. Most azt látjuk, hogy ez messze van attól, ami a legjobb. Azt is látjuk, hogy egyre nehezebben kezeli egész Európa. Azt is látjuk, hogy az Európai Uniónak bizonyos botladozásai mutatják, hogy például egy ilyen nagyon kiélezett helyzetre sincs meg minden receptje az Európai Uniónak. Tehát a felelősségre visszakanyarodva, akkor az adott nemzet vezetőinek még inkább felelősséggel kell gondolkozni, mert nem biztos, hogy rajzolódik-e ki olyan közös megoldás, európai közös megoldás, ami gyógyítja a bajra. És ezt látom most is, ahogy éppen ugye mindenféle tanácskozások folynak, ugye most legutóbb volt ez a fajta kvótarendszer, ami alól úgy tűnik, hogy Magyarország egyfajta felmentést kap, de pontosan azt se tudjuk, hogy ez milyen fajta felmentés lesz ez, mert azt mondták, hogy ez körülbelül úgy júliusra fog kiderülni, hogy ez mit is jelent pontosan. De egy minden esetre előrelépés, hogy azt elismerik, hogy Bulgária, illetve Magyarország esetében valami egész speciális helyzetről van szó. Ugye ebben az egész kérdéskörben folyamatosan ott lebeg az egyik legfőbb kérdés, azt, hogy ki miért jön át a határon. Tehát, hogy különbséget kell tenni a valójában politikai menekültek között és a gazdasági bevándorlók között, hiszen a nyugat-európai országok, a fejlett és gazdag nyugat-európai országok sem tudják fogadni a gazdasági menekülteket, vagy a gazdasági bevándorlókat. Akkor most mindegy, melyik szót használunk. Igen, mert a bevándorló és a menekült, ezt a két egyszerűbb szót használjuk, akkor természetesen az emberiesség jegyében és annak fényében, hogy az ember kell, hogy érzékeny legyen a másik emberre, aki valóban menekült, aki az életét mentve jön valahova, az hát legalábbis menedékre találjon valahol. De az, aki annak fényében a jobb élet, a gazdagabb életet akartam mondani, tehát messze vagyunk ugye attól, hanem egy minőségibb élet reményében jön Európába, ott már muszáj elgondolkoznunk nekünk, egész Európának, hogy meddig van az a szint, ami még elviselhető, és honnantól van az a szint, ami már kárára válik Európának.
itt vagyunk, ez az a szint most éppen. Ahogy ezt fogalmazta, mert nem tudom melyik politikusunk, a csónak megtelt. Ez az elmúlt héten látszódott is, és hát a magyarországi befogadó állomásokon, ha már itt a státuszokról beszéltünk, akkor mindenféle menekült megfordult az elmúlt hetekben, és hát tudni kell azt, hogy itt a térségünkben, Debrecenben is a kapacitás felett működik a debreceni befogadó állomás, sőt az elmúlt héten az egyik közösségi oldalon szerveződve demonstrációt is tartottak Debrecenben, a helyiek a menekült tábornál. A városban rekordszámú migráns tartózkodik, 830 fő a befogadó képesség az állomásnak, de ettől tehát jóval többen vannak a migránsok. Harhai Zsolt igazgató van a vonalban. Üdvözlöm, igazgató úr! Kezdj csokkolom, jó napot kívánok! Jó napot köszöntöm kívánok. A tévénézőket! Igazgató úr, hogyha visszatekintünk erre a csütörtöki demonstrációra, és tényleg csak egy mondatban, milyen a közhangulat Debrecenben, mit sérelmeztek a helyiek? Hát én a befogadó állomásra nézve tudok nyilatkozni, ugye 830 fő a befogadó állomás kapacitása, jelenleg több mint 1500-an tartózkodnak a befogadó állomáson, igyekszünk számokra olyan emberi normális körülményeket biztosítani, amivel eleget teszünk a nemzetközi normáknak, és minél kevesebbet zavarjuk ezzel a környék lakosságát. A migránsok között kik helyezkednek el többen? Én arra gondolok, hogy férfiak, nők, gyerekek, családok, honnan érkeznek a migránsok? Hát körülbelül a tábornak több mint a fele jelenleg afgán állampolgárságú, közöttük elég nagy arányban fordulnak elő családok, tehát több mint 100 gyerek és majdnem ugyanennyi nő is található közöttük. Egy körülbelül 300 fős pakisztáni közösség, aki a következő kategóriát képviseli, majd a szírek még egy kicsit kevesebb, mint 100-as nagyságrendben képviseltetik magukat. A jelenlévőknek a nagy többsége viszont egyedülálló férfi, aki fiatal. Úgy értem a fiatalkorút, hogy 18 év fölötti, de 30 év, 20-30 év közötti. Milyen ellátást kaphatnak, hiszen ha azt mondjuk, hogy már megtelt a tábor, akkor ahogyan a képeken is látszott, szükségeltetett sátrakat is felállítani, ahol elhelyezték őket. Mennyibe kerül az ők ellátásuk napi szinten? Hát az elhelyezéseket még ilyen kiegészítő megoldásokkal tudtuk biztosítani, ezen túlmenően még az érkezésüket, tisztálkodás is jelenleg még úgy gondolom, hogy probléma nélkül meg tudtuk oldani. Napi háromszori étkezést biztosítunk nekik, illetve különleges kategóriákba tartozó személyeknek, tehát terhesnő, kisgyermek, emelt normát, illetve napi ötszöri étkezést biztosítunk. Egy főnek az ellátása az napi 4300 forintba kerül. Ugye menedékjogi kérelmet kérnek, vagy többségük kérelmezi a menedékjogot. A jog mit ad, vagy nyújthat számukra? Hát itt a táborban csak olyan külföldiek kerülnek elhelyezésre, akik menekült státusz iránti kérelmet nyújtanak be, vagy nyújtottak be, és amíg az eljárásuk nem fejeződik be, addig jogosultak itt a táborban elhelyezésre, illetve ellátásra, és majd a döntés függvényében kerül sor a további intézkedésekre. Ugye Debrecen mellett itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyírbátorban is van egy ilyen állomás, ott mi az aktuális állapot? Jelenleg ezt az objektumot mi a rendőrség részére átadtuk rendőrségi feladatok végrehajtására. Tehát ott menekülteket, migránsokat nem helyeznek el? Hát erre a rendőrség tud nyilatkozni, hogy ők ezt jelenleg mire használják. Igazgató úr, köszönjük szépen! Én köszönöm szépen! Most hát hallottuk az igazgató urat is, ez a kérdés merült fel bennem, hogy mit szeretnének ezek az emberek. Tehát nagyon sokat mondták azt, hogy igazából mi nem célország vagyunk, főleg a gazdasági bevándorlók esetében, hanem tranzitország. Mi látszódik most? Hát most ez a helyzet, ez, hogy nem vagyunk célország, de ez már egyre inkább cáfolódni látszik, hiszen azért mind Németország, mind Ausztria részéről ez már nem csak megfogalmazott terv, hanem ezt végre is szeretnék hajtani. 16 ezer embert visszaküldenek ide hozzánk, és hát akkor ez már persze nem azt jelenti, hogy mi átjáró terület vagyunk, hogy mi egyfajta közlekedési vonal, hogy így fogalmazzam meg, hanem az, hogy mi célországként fogunk jelentkezni. Mondom, annyira nehéz ebben egyértelmű dolgokat mondani, hiszen napról napra változik, mint ahogy tudjuk, most éppen azt várjuk, hogy mit is fog jelenteni ez a fajta
különleges kezelése Bulgáriának és Magyarországnak, ezt se tudjuk még pontosan. Mert közben folyamatosan folynak a tárgyalások, ez ugye a miniszterelnök úr is ez ügyben tesz elég határozott lépéseket. De az biztos, hogy határozottságra mindenképpen szükség van, mert bármennyire európai közös érdekésére az imént már céloztam, de ki kell mondani, hogy minden ország azért a saját érdekeit nézi, és sajnos, ha tetszik, ha nem, és ilyet nem illik manapság mondani, de hát miért ne mernék ilyet mondani, az európai közös érdekeket csak a másikra nézvést tartja kötelezőnek, önmagára addig, amíg ez nem túlságosan kellemetlen neki. És erre sorolhatnánk számtalan példát. Volt itt francia-olasz konfliktus is, amikor franciák raktak ki bevándorlókat francia hajókkal olasz partokra, amiből elég komoly szópárbaj kerekedett, és minden egyéb olyan, ami azt mutatja, hogy mindenki egy kicsit a saját érdekeit tartja szem előtt. Összességében véve a sajtó úgy fogalmaz ezzel kapcsolatosan, hogy most a problémát látva minden ország, minden európai ország meg kell, hogy mondjuk szigorít a bevándorlás politikáján, hiszen egyelőre nem tudják, hogy hogyan fogják kezelni ezt a helyzetet. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Én gondolom, hogy az országos sajtóban is folyamatosan mindenhol ez téma lesz a következő időszakban, és hát meglátjuk, hogy mit jelent az, hogy Magyarország külön elbírálásban részesül. Köszönöm szépen. Köszönjük még egyszer.